Ez itt a Sláger TV híradó, a Magyar Sláger TV hírműsora. Szép napot mindenkinek, én Szili vagyok. A Sláger híradóban beszámolunk a zenei világ legfrissebb történéseiről, belesünk a kulisszák mögé, nálunk a zenészek elmondhatják a véleményüket, és ha kell, tisztázzuk a hamis híreket is. Mai műsorunk az újdonságok jegyében telik, hiszen számos izgalmas klip látott napvilágot az elmúlt hetekben a hazai popzenei élet nagyjaitól. Elhozza új klipjét Dér Henny, aki nagy meglepetésre a Kelemen kabátban tagjaival készítette el új videóját. Jön Rácz Gergő, akinek új dala néhány hét leforgása alatt a fél ország szívét meghódította. Valamint itt lesz újdonságával Deniz, aki a hip-hop slágerek műhely titkaiba beavat minket. Először azonban érkezik Heinz Gábor Biga, akinek a nevét a 2012-es Euróvíziós előválogatón tanulta meg a közönség. Akkor ezzel bejutott a legjobb négy közé, és a Learning to Let Go című dalát akkor egy egész ország dúdolta. Nemrég megjelent új albumáról, a Gátlás, Striptease, ugyanígy a hazai rádiók és zenetévék nagy-nagy kedvence lett, és azóta már a második új klipjét bocsátja útjára. És hogy mi jár most a rendkívül szorgalmas előadó fejében, elmondja most nekünk Heinz Gábor Biga. Ja, és a Sláger TV híradó mai adásához pedig nagyon jó szórakozást kívánok! Naple, farmer cipő, pénzkulcs, élet az idő. Hajta nyughatatlanság, nincs majd, nincsen talán, még szép, álljunk neki lazán, lőjön az űrbe egy ég hideg gymfész, állj bele, indul a Gátlás Striptease. Biga, az honnan jött? Semmiféle misztifika nincs ebben. Általános iskolai történet ez, amikor még vicces volt abban az időben az, hogy az ember ugye mondjuk mondja így folyamatosan magát a becenevet, Gabi, 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 és az igazából már nem is Gabi, hanem Biga. Ez akkor nagyon vicces volt, most már egy kicsit ilyen bóckodás, de rajta maradt valahogy. Nem én választottam, hanem a becenevet általában így adják. Kínosan odafigyelek, hogy ne kelljen követnem a trendeket. Hála Istennek, általában mindig egy ilyen ösztönös ember voltam. Amikor én abba a fába vágtam a fejszémet, hogy én most saját dalokat fogok csinálni, és saját lemezben gondolkodom, akkor mindenképpen hosszú távban gondolkodom, valószínűleg életem végig ezt fogom csinálni. Úgyhogy olyan témákkal szeretnék foglalkozni, és olyan témákról írnék dalt, írnék szöveget, írnék dalamokat, amik engem foglalkoztatnak, amiket vállalok majd 10 év múlva is, vagy 20 év múlva is. Úgyhogy megpróbálom így leválasztani magam a trendekről. Általában egyébként a legutolsó dalom, a Gátlás Striptease is egy olyan dal volt, ami mondhatni bátor próbálkozás, hiszen mint hangszerelésében, mint habitusában a dal nem feltétlenül követi a trendeket, viszont valószínűleg pont ezért talált be, a többi dalomnál is egyébként így vagyok, nálunk mindig ez volt a fő szempont, hogy bigás legyen és olyan, ami mindenképpen hiteles, és ez általában be szokott jönni. Rombolyunk szét minden reményt, a gyengének hullani kell. Igen, a káosz az jó, nekünk való, a többi pont nem érdekel. Ez egy nagyon különleges dal, a dal címe Bipolár. Bennünk élő jó és rossz küzdelméről szól egyébként a dal. Nagy Zsolt és én vagyunk a főszereplők. Ő egy profi színész azért, úgyhogy ebből a szempontból nekem olyan fel kellett kötni a gatyát. Gyakorlatilag a koncepció az volt, hogy különböző szituációkban ketten vagyunk benne, az egész képben ketten szerepelünk. Ő az én rossz oldalam, és az én rossz énem. Ugye a mi dolgunk eldönteni, hogy meddig engedjük a rosszat, és hol húzzuk meg a határt, és bizonyos szituációkból kijöhetünk úgy is, hogy döntünk A vagy B oldal szerint. Igazából erről szól maga a dal és maga a klip. Úgyhogy futottunk egy olyan 20-30 kilométert, van benne buli jelenet, és a többi, és a többi. Egy kicsit ilyen filmszerű lesz egyébként. Jimmy J. Hollywood rendezi a klipet, aki egyébként ennek a specialistája, hogy ilyen filmszerű klippeket csinál. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon jó társulás. Hogyha
most letennék egy méterrudat ide az asztalra, és rá kéne bökni az ujjaddal, hogy hol tartasz, akkor hova tennéd az ujjadat? Én igazából megpróbálok mindig a jelenbe élni, úgyhogy úgy nem tudom, hogy a méterrud szerint azt tudom, hogy mennyi volt a múltam körülbelül, az, hogy hol lesz majd az én jövőm, azt nem tudom, az viszont biztos, hogy úgy érzem, hogy a legjobb úton vagyok. És ezt szeretném követni, minél tovább. Úgyhogy remélem hosszú ez a méterrud még. Azt már megszokhattuk, hogy a hip-hop zenék igazi fóruma a videó megosztók világa. Azonban két hét alatt csak nem 2 millió kattintást elérni, míg a hip-hop berkekben is tiszteletet vív ki. Deniz legújabb dobása, a Veled, a rapper eddig legsikeresebb dala. De vajon tudhatja előre egy művész, hogy melyik szerzeménye lesz az átütő siker? Mi mindent hoz magával a netes számháború, és előfordulhat-e az, hogy néha az a dal lesz a legsikeresebb, amely kis híján a kukában végezte? A hip-hop világ műhely titkaiba nyerhetünk most egy kis betekintést, ugyanis a következő vendégünk nem más, mint Deniz. Még nem láttál csodát, most vess élet párat, mert létezik olyan, mint a szemeddel láthatsz. Ufók meg híradók helyett, nézd meg, hogy kilakik a szomszédot vele. Oké, hogy panel meg telep, meg lehúz a sarkon a gyerek. De lehet még látni a csodát, csak figyel. Egy anyuka a kezében szagyrog a cipe. Mert 8 óra munka után hazamegy és vacsorát főz. Így nagy meccsen győz, bár érmet nem kap, de ő is egy hős. Csak úgy, mint az a lány, aki már szüleire hallgat. Nem belül kiabál, ha valamit kitalál, és nem jön össze, nem poharak a taig. Nem tör össze, ez is egy csoda, mint az összes többi. A keresztnevem az Dénes, és ugye az angol megfelelője a Dénesnek a Dennis. És az angol tanárom általános iskolában mindenkit az angol nevén szólított, így engem is. Aztán, hogy a Z betű, az hogyan keveredett a végére, arról már fogalmam sincsen, de valahogy ez így rám ragadt, és így kezdtek el szólítani. Csoda, hogy vagytok még lányok, kik pénz helyett szerelemre vágytok és vártok. Csoda, hogy egy kis rács magáért kiáll, nem pedig a nagyok a szívbe meg piál. Akarva akaratlanul, amikor az ember elér egy, tehát az életének a legnagyobb sikerét eléri, akkor azért ott bármilyen területen dolgozik, hogy bármit csinál, azért ott a kérdés felmerül, hogy most akkor innen egyrészt hova tovább, másrészt, hogy tudod-e tartani ezt a dolgot, meg hogy ugrod át azt a lécet, amit ugye feltettél. Ezzel már így próbálok nem foglalkozni, mert hogyha ezen kattogok, akkor ugyanolyan dalokat fogok írni, akarva, akaratlanul meg akarok felelni a saját közönségemnek, vagy bárkinek, és ezt én úgy gondolom, hogy nem szabad. Úgyhogy a mai napig is egyébként jelennek meg olyan dalaim, amiről tudom, már amikor megírom, meg amikor klippet forgatok hozzá, hogy ez nem az a dal lesz, amit megint rommá fognak játszani a rádiók, viszont én szeretem annyira, hogy egy videóklipet forgassak hozzá és megjelenjen az interneten, és elképzelhető, hogy azon nincsen csak pár százezer kattintás, mellette viszont mégis így már csak a nagyszámok törvénye alapján vannak azok a dalok, amik meg aztán így, hát mondhatom, hogy slágerek lesznek. Te vagy a csönd, én a zaj, a szó, az íz. Te vagy a föld, én a hold, az ég, a nap. De mi a lényeg? Vele egy óra vagy, veled egy élet. A legújabb dalról beszélünk ugye a Veledről. Hát akarva, akaratlanul én úgy gondolom, hogy most azt egy teljes hülyeség volna azt mondanom, hogy rám nincsenek hatással a trendek, mert hát látom a rádióban, látom a tévében, tudatosan nem követem a trendet. Tehát, hogyha én a trendet követném, akkor valószínű, hogy meg tudnék tölteni egy arénát, vagy egy óriási sportcsarnokokat. Azért én nem itt tartok, és azért én tisztában vagyok azzal, hogy jelenleg ez a produkció hol áll, mik az erősségei, mik a gyengeségei, hogyha én üzleti szemmel nézem. Igazából onnantól kezdve, hogyha én arra figyelnék, hogy eladható egy dal, meg egy videóklip, vagy bármi, amit csinálok, akkor igazából onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy a közönség ezt megérezné, és nem hallgatná, és nem lennének valószínűleg milliós kattintások. Ugyanazt az utat követem, mint amit eddig, hogy amit én szeretek csinálni, azt csinálom, úgy írok dalokat, senki nem tart pisztolyt a fejemhez, nekem nincsen kiadom, vagy ami van, az én saját magam vagyok, tehát nekem tényleg igazából senkinek nem kell megfelelni.
és hát ezt az utat is próbálom járni. Az biztos egyébként, hogy az ízlésem az annyiban változott, hogy régen egy olyan dalt, amiben én hát így a saját képességeimhez mérten, én énekelek, például olyat nem csináltam volna, de most már tetszenek ezek a dalok, tetszenek a dallamosabb hangszerelések, úgyhogy most ezt az utat járom. Vállamon az ördög, a másikon az angyal, az egyik téged szeret, a másik folyton megcsal. Nem egyszerű játék, amit szerelemnek hívnak, főleg ha esténként alattad egy színpad. Még az az érdekesség egyébként ennek a dalnak, hogy ez, amikor én ezt megírtam és így feldemóztam otthon, visszahallgattam, átmondom ezt, ne ezt hagyjuk. És eltelt egy fél év, én meg se hallgattam, mert nem is emlékeztem a dalra, amikor így egyik fellépésről hazafelé menet így a barátaimmal, ugye több száz kilométert utazunk, már untunk mindent, ami van szól a rádióban, meg ami így elérhető CD-n, telefonunkon, és akkor így elkezdtem ezeket a demókat mutogatni, és így ennél így mindenki leragadt, hogy wow, hát hogy ez mi, ezt én miért nem mutattam meg, hogy van ez a dal, én tényleg is emlékeztem rá, és utána, amikor úgy együtt meghallgattuk, meg utána még egyszer áthallgattam, akkor még nyilván egy picit belenyúltunk a dalnak a hangszerelésébe, de hogy gyakorlatilag majdnem kikerült a kukába, és ettől függetlenül most megjelent, és ez a legsikeresebb dalom eddig így a karrierem során, tehát a kattintás számokat nézve legalábbis mindenféleképpen. De mi a lényeg? Veled egy élet. De mi a lényeg? Vele egy óra vagy veled egy élet. Vagy a tűz, a én a víz, te vagy a csönd, én a zaj, a szó, az íz, te vagy a föld, én a hold, az ég, a nap. De mi a lényeg? Vele egy óra vagy veled egy élet. De mi a lényeg? De mi a lényeg? Vele egy óra vagy, vele egy élet. Hamarosan elhozza vadonatúj klipjét Dérheni, aki arra a kérdésre is őszintén válaszol majd, hogy beleférne-e az életébe a jelenleg csúcson pörgő karrierje mellett az anyaság. Előtte azonban jöjjön Rácz Gergő, akinek a Bolondod voltam című friss szerzeményét 3 hét alatt nem csak felkapták a hazai rádiók, de jelen pillanatban is a legjátszottabb 20 dal egyike. A számhoz közben elkészült a videóklip is, amelynek most megtudhatjuk a történetét, illetve szóba kerül az is, van-e esély arra, hogy a retro hullám ismét összehozza a 90-es évek végének legnépszerűbb fiú csapatát, a VIP-t. A Sláger TV következő vendége tehát Rácz Gergő. Mióta a VIP abba hagyta, egyrészt az egy nagyon váratlan dolog volt akkor, hiszen éppen a legjobban ment a szekér, és mindenki föltette a kérdést, hogy miért hagyjuk abba. Azért hagytuk abba, ugye, mert nem akartuk ezt, nem is úgy terveztük, hogy örökre fogjuk csinálni, és akkor akartuk abba hagyni, amikor nagy a figyelem rajtunk, hogy mindenki el tudjon búcsúztatni. És nagyon sokan mindenféle nagyobb műsor, tévének évfordulója, nagyobb rendezvényre meg akarták hívni a VIP-t, hogy álljon össze, és eddig nem sikerült fogást találni rajtunk, valahogy a fejünkbe vettük, hogy ezt lezártuk, ezt a dolgot, úgyhogy én szerintem ez így is fog maradni. No, I'm not a quitter, but this fear got bigger and bigger inside, the walls are getting thinner. Én alapvetően emberileg is olyan alkat vagyok, hogy alkalmazkodó vagyok, meg zenehallgatóként vagy műkedvelőként is olyan vagyok, hogy szeretem az új dolgokat, mert azok mindig az éppen aktuális érzéseket fogalmazzák meg, és arra mindig szükség van, mert változik a világ, és változik az, hogy fejezzük ki az érzéseket, mert ugye maguk az érzések is azért változnak, csomó minden, és emiatt én nagy előszeretettel hallgatom az új dolgokat, vagy nézem az új megoldásokat képi világban, úgyhogy nekem ez nem egy olyan dolog, amit kell csinálnom, hanem ezt így ösztönösen csinálom. Évről
évről évre, mióta szólista lettem, az ugye 3 éve van, egyre több felkérés jön fellépésekre, és én imádok elmenni koncertezni. Nagyon jó az új bandám, akikkel zúzunk is, de közben nagyon, hogy mondjam, ilyen mélységekbe megyünk zenében, meg lelki világban, emberileg is, meg zeneileg is a színpadon, és én nagyon szeretek előadni színpadon, és nagyon örülök neki, hogy sok helyre hívnak. A videoklipet közös rendezésben Tóth Mátéval készítettem, a dalt Bella Mátéval közösen írtuk, és előadás pedig Rácz Gergő és Eve, tehát Eve az énekesnő, akivel egy featureben adjuk elő a dalt. Egy valós alapú történet, egy furcsa szakítás, és az előtti pillanatok vannak képi megoldásokban is furcsán megcsinálva a videoklipben. Ehhez ezt a most népszerű GIF, Cinemagraph, Boomerang, meg ezeket a technikákat vettük alapul, és csináltunk egy szerintem nagyon ilyen szürreális képi világot. Következő percekben egy nem mindennapi zenei kooperációról beszélgetünk, hiszen Dérhené ezúttal a Kelemen kabátban legénységével karöltve készítette el legújabb klipjét. A fülekben azonnali dallamtapadást eredményező Félreismertem című szerzeményről kérdeztük most Henit, de arra is válaszolni fog, hogy elégedette azzal, amit eddig elért, és hogy vajon beleférhet-e a jelenleg óriási fordulatszámon pörgő karrierjébe a gyerek és a család. Mikor a harmadik randit mondtad le rossz kamuval, tudtam jól, hogy lesz itt valami baj. Az adj egy kis idődből, rögtön éreztem, hogy a csajomat bizony félre ismertem. Hát ez egy új termék, és minden egyes új olyan alkotó fázisában, amikor egy dal elkészül, például megírunk egy új dalt, elkészül egy új videoklip, akkor ez egy olyan örömet ad az előadó művésznek, majdnem akkora örömet ad, mintha egy újabb gyereke születne. Jó, hát azért akkorát csak nem. De igen, most jelent meg egy új videoklipem, és nem is egyedül vagyok benne, nem egyedül szerepelek benne, hanem egy igazi fúzió vált valóra, mégpedig a Kelemen kabátban című zenekarral. Együtt közösen karöltve írtuk ezt a dalt. Ami azért érdekes, mert hát így kettőnk stílusát nézve, így nagyon-nagyon első körben nézve nagyon távol állunk egymástól. Aztán egy olyan dal gyúrtunk össze, amiben mind a ketten megtaláltuk a saját magunk vonalát, ényét, stílusát, és így szerintem nagyon izgalmasan hangzik. Mikor a héten harmadszorra jöttél, totál részegen, tudtam jól, hogy nem ez kell nekem. Mindig az első pont a legnagyobb kérdés, amit megkap, vagy megadja, az, hogy milyen a dal. Tehát, hogyha meghallgatom a dalt, és azt mondom a dalra, hogy ez egy nagyon jó dolog, és el tudom képzelni azt akár valakivel közösen előadva, akkor onnantól kezdve már minden más leegyszerűsödik. Tehát a videoklipben az, hogy közösen szerepelünk, hát nagyon sokszor volt olyan videoklipem, ami szólóklip volt, hogy volt benne valami olyan sztori, amiben nyilván nem egyedül szerepeltem. Tehát ez a része már nagyon-nagyon egyszerű és nagyon könnyű. A szervezés részét az fontos, hogy mindig átadjuk valamelyik oldalnak, tehát a közös szervezés szokott sok mindent megbonyolítani, mert nyilván mindannyian másképp szeretnénk, vagy másképp képzeljük el a dolgokat, de én ebben az esetben teljes mértékben szabad kezet adtam nekik, és így nagyon-nagyon gördülékenyen is gyorsan tudtunk együttműködni. Sokan mondták már, hogy nálad jobbat érdemlek, hogy mit keresek én mellette, hogy nem is értenek.
általában van egy ilyen átfutása minden egyes új dalnak, egy újabb kedvencnek, amit aktuálisan mindig jobban favorizálok, mint a többit, de ettől függetlenül, hogyha lecseng ez a kis promóciós időszak, amikor még az újdonság erejével hat, és nyilván kérik, követelik a rajongók, meg minél több helyen, minél többször előadjuk, akkor letisztulva mégiscsak vannak azért kedvenc dalok nekem. Általában a saját lemezemről mindig azok a kedvenc dalaim, amit mondjuk vagy nem videoklipes dalok, vagy B-oldalas dalok, régen ezt szoktuk mondani, és általában a külföldi kedvenceimnél is azok a dalok a kedvencek, a favoritok, amiket nem játszott szanaszéjjel már a rádió, vagy mondjuk az internetes oldalak. Mikor a most már lassan 4 éve azon dolgozom, hogy hogyan tervezzem bele a karrieremben a családot, mint olyat, és én egészen ideig azt gondoltam, hogy ez nagyon egyszerű lesz, a saját munkában minden tökéletesen flottul működik, ahhoz, hogy én a tervezés tervezetet készítek, és aztán rá kellett gyorsan jönnöm, hogy hát a család az bizony nem ilyen, nem egy emberes döntések árán jön majd létre, hanem bizony sok emberes, sok tényezős, és az érzelmünk az, ami irányít minket. Úgyhogy én most azon dolgozom, hogy tudjak, meg tudjak állni, és akár 2-3-4 évre is háttérbe tudjam szorítani a zenét, mert én azt gondolom, hogy amit én szerettem volna, és kicsi lányként megálmodtam a saját karrieremmel kapcsolatosan, azt én már elértem. Én nem vágyom külföldre, nem szeretnék világsztár lenni, én a magyarországi embereknek szeretnék örömet okozni azzal a zenével, amit én alkotok, és én ezzel már boldog vagyok. És hogyha emellé bejön nyilván egy gyerkőc, vagy egy családot sikerül kialakítanom, akkor azt nem mondom, hogy teljes mértékben zárni a zenét, hiszen én azt gondolom, hogy egy igazán kiegyensúlyozott boldog anyuka csak akkor lehetek, hogyha a saját kis dolgaimat, álmaimat is tudom mellette csinálni. Kettőt kell okosan összehangolni, és azt gondolom, hogy onnantól kezdve, hogyha valaki anyává válik, akkor az egyértelmű, hogy a gyerek az szerintem előtérbe kerül. Mondták már, hogy nálad jobbat érdemlek, hogy mit keresek én melletted, hogy nem is köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slagertv@slagertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk péntek reggeltől megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján, illetve Facebook oldalán. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!